Több mint 20 európai ország összefogásával nemzetközi jótékonysági koncertmaratont szerveznek Ukrajna megsegítéséért. A Stop War névre hallgató koncerteseményt Varsóban szervezik meg több mint 50 nemzetközi híresség, zenész, előadó részvételével és támogatásával. Magyarországon Sziget Fesztivál csapata streameli majd a koncertet. Ma az egész civilizált világ Ukrajna mellett áll, partnereink példátlan szankciókat vezettek be a megszállók ellen, és pénzügyi, katonai és humanitárius segítséget nyújtottak, nyújtanak Ukrajnának. Ez a támogatás hozzájárul a világ jövőjéhez, ha Oroszországot nem állítják meg Ukrajnában, más európai államok is veszélybe kerülhetnek. A világ egységére és szolidaritására most nagyobb szükség van, mint valaha, írják a Stop War nevű koncertesemény szervezői. Hozzáteszik, ez a kezdeményezés arra törekszik, hogy tovább erősítse a nemzetközi közösséget az orosz terjeszkedéssel szembeni ellenállásban. Az akció szervezőinek célja egyrészt a pénzgyűjtés a háború áldozatául esett ukrán állampolgárok humanitárius szükségleteinek kielégítésére, másrészt a közvélemény figyelmének felkeltése és fenntartása, hogy cselekvésre bátorítsa az embereket és meggyőzze a vezetőket, hogy még jobban segítsék Ukrajnát, hogy a háború véget érjen. A maratoni koncertre március 27-én kerül sor, az esemény közép-európai idő szerint 17 óra 30-kor kezdődik Varsóban, és fellép majd többek között az Imagine Dragons, a Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, a Brainstorm. Az eseményhez Magyarországról a Sziget csapata csatlakozott, így majd a Sziget Facebook oldalán lehet élőben követni a Stop War-t. A Sziget Fesztivált majd 30 éve azért alapítottuk, hogy legyen egy hely, ahol szeretetben és békében találkozhatunk, mondja Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Ez a cél azóta is változatlan. A jelen helyzet pedig még erősebben arra ösztönöz minket, hogy markánsan kiálljunk alapértékeink mellett, és a Sziget több mint 100 országban élő több milliós közössége együtt tegyen hitet a békevágy mellett, csatlakozva a nemzetközi összefogáshoz. Még több kultúra a Facebook oldalunkon, kövessen minket!